Közelgő 90. születésnapja alkalmából köszöntötték Kónya Istvánt. A Nagykanizsai Városvédő Egyesület által szervezett ünnepségen elhangzott a nyugállományú határőr alezredes katonai pályafutása 1949-ben kezdődött. A budapesti és a nagyatádi évek után 1952-ben Nagykanizsára helyezték. Kónya István több helyi civil szervezet tisztségviselője volt, egyebek mellett a Fegyveres Erők és Testületek nyugállománya klubját vezette évekig, és részben az ő nevéhez fűződik a Kanizsai Autóklub megalapítása is. A mai napig ugyanolyan aktív, közösségszerető és életvidám, mint amilyen a nyugdíjazása előtt volt.